A mai napra kiírt Sényű MTK Magyar Kupa visszavágó elhalasztása már előrevetítette, hogy alig, hanem csúszik majd a tavaszi rajt a megyei másodosztály 3 és a megyei harmadosztály 4 csoportjában. Az MLS megyei igazgatósága a körülményeket megvizsgálva úgy döntött, hogy a játékosok testi épségének és a pályák állapotának megóvása érdekében, valamint a szurkolók kiszolgálását szem előtt tartva elhalasztja a hétvégére kiírt fordulót. Az időjárási körülmények most nem teszik lehetővé azt, hogy hétvégén az eredeti terveknek megfelelően március első hétvégén elinduljon a megyei másod és harmadosztályú pontvadászatunk. Ugye értelemszerűen, hogy a pályák jelentős része is nincs olyan állapotban, hogy lehessen rajta játszani. Igaz, hétvégére már azért jobb időt mond és enyhülést, viszont a 4-5 napon keresztül tartó húzamos fagy miatt balesetveszélyes lenne rajta játszani, és ezért döntöttünk amellett, hogy a megyei másod és harmadosztály 16. fordulóját 2018. május 1-ére rakjuk. Ugye ez volt az egyetlen olyan tavaszi időpont, amely hétköznap, de munkaszüneti nap, tehát így igazából mindenki ráér, és le tudják játszani majd a mérkőzéseket. A döntés 110 csapatot érint. Elképzelhető azonban, hogy lesznek olyan együttesek, amelyek közös megegyezés alapján pályára lépnek a hétvégén. A csapatok jelentős részén azt hiszem, hogy örült ennek, hiszen látták, hogy milyen körülmények vannak. Ennek ellenére vannak olyan csapatok természetesen, akik játszani szeretnének, legalábbis tegnapi információt, kedd délután még játszani szerettek volna. Nekik azt tudom ajánlani, hogy természetesen lejátszhatják a mérkőzést, akár az eredeti időpontban is, amennyiben ugye a másik félel megegyeznek. Illetve ez a május 1-e sincs kölyökbe vésve, tehát természetesen központilag mi a május 1-ét tűztük ki. De ha a két csapat megállapodik egy másik időpontban, márciusban vagy áprilisban, bár még szerdai vagy csütörtöki nap, amikor le tudják játszani, akkor értelemszerűen akkor játsszák le, amikor az együttesek megállapodnak egymással, csak a megállapodás tényét az IFA rendszeren a mérkőzés módosítási kérelem alatt mindenféleképpen rögzítsék és fogadják el. A megyei első osztályban a hétvégén megrendezik a 17. fordulót. Jelen állás szerint a Baktalórendház a Nagyhalász és a Máté Szalka Nagyecsed mérkőzés csúszik későbbre, több találkozót pedig a pályaválasztó otthonához közeli Műfüves pályán rendeznek meg.